Hetek óta dolgoznak a szakemberek a tolnai utak kátyúzásán, az önkormányzati fenntartású Telen a Kft. Felel a beavatkozásokért. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen arról született döntés, hogy a helyreállításukat újabb 22 millió forinttal finanszírozza meg a város. A hivatal műszaki osztálya a Telen a Kft. Ügyvezetőjével együtt felmérték tételesen, hogy hol vannak azok az úthibák, amiket javítani szükséges, és itt mindjárt hozzáteszem azt is, hogy tudjuk, hogy vannak akár olyan utcák, ahol akár a teljes utat fel kell újítani. Ezekre pályázatot fogunk benyújtani, tehát nem azért nem nyúlunk most hozzá, mert nem fontosak az ott élők mondjuk, vagy nem fontos azt az utat is kijavítani, hanem azért nem nyúlunk hozzá, mert hogyha néhány éven belül egy teljes felújítást tudunk azon az úton végrehajtani, akkor nem gondolom, hogy most erre kéne még költenünk, de nyilván a nagyon, nagyon sürgető problémákat megoldjuk. Tehát arról döntöttünk, hogy ez a felmérés alapján, ami tényleg tételesen gyakorlatilag utcára, házszámra, négyzetméterre lebontva megvan, erre megértünk egy indikatív ajánlatot, és ilyen 22 millió forint körüli az az összeg, amibe itt a javítás kerülhet. Nyilván mi megbízzuk a Telen a Kft-t, és ő pedig részben alvállalkozóval, részben saját teljesítéssel meg fogja ezeket oldani, tehát ki fogják javítani ezeket a hibákat. A munkálatok nyáron és a tervek szerint ősszel is tartanak majd, de hasonló beavatkozások várhatóak a városi közvilágítás kapcsán is. Tolnán ugyanis az utcai kandelláberekre jelentős fejlesztés vár, az izzókat energiatakarékosra cserélik, az így várható megtakarítás pedig éves szinten eléri az 50%-ot. Évek óta foglalkoztat bennünket az a probléma, hogy korszerűsíteni kéne a közvilágítást. És ez is még sürgetőbb lett, amikor drasztikusan megemelkedtek az energiaárak. Tehát akkor döntött úgy a képviselő testület, hogy egy úgynevezett ESCO finanszírozású fejlesztést hajt végre. Ez egy külső finanszírozó fogja a beruházást megfinanszírozni és a kivitelezést elvégezni. És az önkormányzat pedig 15 év alatt visszabérli gyakorlatilag ezt a rendszert, tehát mi bérleti díjat fogunk fizetni, ez olyan 18-19 millió forintnyi összegre tehető éves szinten, és utána pedig a mélyeink lesznek ezek a lámpatestek. Nyilván az, hogy egy lámpatest 15 év múlva milyen állapotban lesz, erre most senki nem tud választ adni. Minden esetre az általunk meghatározott áron tudjuk megvásárolni, tehát a beszélgetés során, meg a tárgyalás során olyan is elhangzott, hogy akár 5 forintért is egy-egy lámpatesthez hozzájuthat az önkormányzat. De még egyszer mondom, a legfontosabb az, hogy kevesebbet fizessünk a közvilágításért, és ugyanilyen fontos az is egyébként, hogy az emberek biztonságban éljenek itt a városba. Tehát a korábbi, esetleg más településeken lévő rossz tapasztalatok alapján döntöttünk egyébként úgy, hogy mindig elodáztuk ezt a problémát, mert láttuk, hogy esetleg még nem tartott az a technológia, hogy a jelenlegi fényviszonyokat biztosítani tudják. Úgy tűnik, hogy most már eljött az az időpont, hogy tudják biztosítani. Tehát a képviselőtestület korábban döntött arról, és kötünk is egy külön megállapodást a beruházóval, arról, hogy a város több pontján megmérjük a mostani fényviszonyokat, és a beruházás végén pedig újra mérünk, és ez nem lehet rosszabb, mint a mostani. A tervek szerint az új izzókkal szerelt lámpatestek cseréje ősz elejére fejeződik be. A tanúszodával kapcsolatos döntés is született a testületi ülésen. Az állam által fenntartott létesítménybe ugyanis szaunát szerelnek. A berendezést már meg is vásárolta az önkormányzat, azt viszont némileg át kell alakítani. Ugye 2015-ben kaptuk úgymond ezt a szuszodát, hát a kaptukot azt azért egy kicsit levegővétel után mondtam, hogy mert nyilván azért mi a területet és a külső részeket a beruházásnál, tehát mint egy 90 millió forintot azért mi is hozzátettünk, de gyakorlatilag kaptunk egy tanúszodát. És ennek nem feltétlenül része a szauna, de lakosság igény jelentkezett, hogy szívesen használnák az úszás mellett a létesítményt szaunázásra is.
És aztán döntött a képviselőtestület korábban arról, hogy vásárolunk egy szaunát, és éppen az ő javaslatukra megvásároltunk egy bizonyos típusú szaunát, ami kiderült, hogy átalakításra szolgál, mert hogy ez inkább ilyen lakossági szauna, mint egy uszodai, tehát itt kell még néhány dolgot átépíteni benne. Ez egy ilyen 774-5000 forintnyi összeg, ami egyébként rémisztően magas ahhoz képest, hogy csak egy meglévő szauna átalakításáról beszélünk, de döntöttünk arról, hogy ezt a forrást biztosítjuk, és én nagyon bízom abban, hogy rövid időn belül már a Tolnai uszodába látogatók szaunázni is tudnak az úszás mellett. Az illegális hulladéklerakás sok gondot és még több felesleges kiadást okoz Tolnán is, úgy, mint az ország sok-sok településén. A képviselők ezért most úgy döntöttek, külterületi részekre helyeznek fel távolról is elérhető vadkamerákat. A berendezések azonnal működésbe lépnek és jeleznek, amennyiben mozgást érzékelnek. Így a szabálytalankodóknak szinte nulla az esélyük a menekülésre. Ezt nem tudjuk önerőből megvalósítani, tehát az hogy a közterületeken lévő randalírozókat, vagy bűncselekményelkövetőket, vagy balesetet okozókat ilyen módon tudjuk ellenőrizni. Ellenben most arról döntöttünk, hogy a megnövekedett város széli illegális hulladék lerakó környékére vadkamerákat helyezünk ki. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a közterületfelügyelő már a telefonkészülékére megy a jel, és abban a pillanatban, amikor ott a vadkamerák környékén illegális lerakás történik, akkor intézkedés fog megvalósulni, tehát rögtön tud menni a közterületfelügyelő. És ha már szemetelésről beszélünk, akkor ne felejtsük el azt, hogy ez év július 1-től nem az önkormányzat feladata megszervezni a hulladékszállítást, a lakossági hulladékszállítást, hanem a MOL vagy a MOHU lesz az, aki ezt a közszolgáltatást végzi. Tehát éppen ezért módosítottuk is a rendeletünket, kivettük ezt a részt belőle. Mi sem tudunk sokkal többet, mint a lakosság, de én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ugyanaz lesz a hulladékszállító, aki eddig volt, tehát a vertikális rajta keresztül az Aliszkaterra volt, aki a hulladékot itt a városból, a lakossági hulladékot elszállította. Én éppen az imént néztem meg a honlapon, az időpontban nincs változás, tehát szerdánként fogják elvinni a hulladékot, és én azt a tájékoztatást kaptam, hogy a szelektív hulladékokat is ugyanabban a rendben fogják elvinni, tehát megvan, hogy milyen hulladékot, milyen napokon, és azért felhívnám a lakosság figyelmét arra, hogy a zöld hulladék elszállítása az megfelelően kötegelve, viszonylag kis csomagokban, illetve komposztálható zsákokban történjen. Tehát az, hogy valaki kivágja a tuját a házban, vagy az udvaron, és kirakja az utcára, ez nem zöld hulladék, vagy ez nem szelektív hulladék. Tehát neki kell gondoskodnia vagy a komposztálásról, vagy a hulladékudvarba történő beszállításról. A TOP pluszos fejlesztési forrásokra még várniuk kell a településeknek, a tervezés viszont már javában tart, Tolnán sincs ez másként, ahol az utak és járdák felújítása továbbra is prioritást élvez majd, de a cél az is, hogy a város ipari területeit tovább fejlesszék. Most gyakorlatilag az első lépés vagy lépések történtek meg, ez azt jelenti, hogy kijelöltük azokat az iparterületeket, amik jelenleg is iparterületek a városban, és nyilván ez alapján tudjuk majd a pályázatokat benyújtani, tehát ez lesz az alapja annak, hogy milyen infrastruktúrális fejlesztések szükségesek ezeken a területeken, és mint ahogy a kátyúzásnál mondtam, hogy tudom, hogy véges az emberek türelme, de azokon az utcákon, ahol nincs kátyúzás, az minden bizonnyal azért nincs, mert hogy ott az egész utat szeretnénk felújítani, és ezeket vettük most számba, tehát azokat az utakat, ahol akár csak az út, vagy együtt az út felújítás és a csapadékvíz elvezetés is probléma, arra is nyújtunk be pályázatot. Tehát nyilván, ahol csapadékvizet mondjuk az úttesten kell elvezetni, mert olyan keskeny az utca, akkor komplexen kell kezelni ezt a problémát. Ezekből állítottunk fel egy
egy listát, ami nem rangsor egyébként, hanem talán jellemzően éppen ABC-rendben vettük sorba az utcákat. Tehát nyilván a legforgalmasabb és a legrosszabb burkolattal rendelkező utcák úttesteire, vagy annak a felújítására fogjuk benyújtani a pályázatot. Szerencsések vagyunk, én azt gondolom egyébként, mert hogy talán éppen a napraforgó utca kivételével mindenütt van szilárd útburkolat, de azt is tudjuk, hogy ezek egy jelentős része már elavult és felújításra szorult. Éppen azért hozzuk meg ezeket a döntéseket, hogy akár kátyúzással, akár pályázati pénzből való felújítással ezeket minél jobb állapotba tudjuk hozni. Tolnán a képviselőtestület a tervek szerint július végén ülésezik legközelebb.